Április közepétől szedik a szemetet a szakemberek a Baktalórendházi erdő szélén, mintegy 2 hektáron. A folyamatos munkák ellenére még pár nappal ezelőtt is ilyen fotókat tett közzé a nyírerdő az érintett területről. A Baktalórendházi erdészet közel 40 község határban több mint 6700 hektár állami erdőterületen gazdálkodik. Ide tartozik ennek a szemétlerakónak a felszámolása is, amely a Tisztítsuk meg az országot program keretében valósul meg. Erre az IFKA közhasznú non-profit Kft. Írt ki pályázatot, melynek eredménye egy 30 millió forintos visszanemtérítendő támogatás. Ez a pénzügyi forrás ad lehetőséget arra, hogy az állami erdőgazdaság működési területén a 80-as évektől folyamatosan felgyülemlett hulladékot, vagy hulladékkal szennyezett illegális szemétlerakó felszámolásra kerüljön, itt Baktalórendháza település határában. Az itt összegyűlt hulladék főleg építési, bontási törmelék és faipari melléktermék. De rengeteg a kommunális hulladék is, sőt, veszélyes hulladékot is találtak a munkások. Folyamatosan érkezik a billenős teherautó a markoló mellé, hogy elszállítsa a már összegyűjtött szemetet. Jó ütemben haladnak, a napokban akár teljesen be is fejeződhetnek ezek a munkálatok. A megnyert pályázat azonban a szemétlerakó felszámolása mellett másra is lehetőséget ad a nyírerdőnek. Ennek a projektnek a keretében lehetőség van arra is, hogy vagyonvédelmi rendszert építsen ki a Nyírerdő ZRT. Ezt elsősorban Nyíregyháza és Debrecen településeken fogjuk megtenni. Természetesen az adatvédelmi szabályoknak megfelelően fogjuk kihelyezni ezeket a kamerákat. Olyan területeken, ahol jellemző a lakosság aktivitása az illegális hulladék lerakás terén, és szeretnénk egy megelőző jelleggel ezeket a kamerákat elhelyezni. A prevenció mellett fontos az is, hogy felhívják a vállalkozások és a lakosság figyelmét a környezettudatosságra. A projekt hivatalos zárása május 31, ekkorra kell befejezni a több mint 1 tucat kamera elhelyezését is az erdőszéleken. A megtisztított baktai területre pedig akácfákat ültetnek majd a szakemberek.